Szinte pillanatok alatt vált semmivé egy élet munkája annak a vasárnapi tűzesetnek a következtében, amikor is egy háromgyermekes család kertesháza égett le Tisza-Szent Imrén. Most az újrakezdéshez gyűjtenek számukra, a családanya munkáltatója és a helyi önkormányzat is azonnal a segítségükre sietett. 15 évvel ezelőtt építették fel a Bajcsi út 2-es szám alatti ingatlant, amelyben vasárnap reggel csaptak fel a lángok. Mindenük oda lett a tűzben, melynek oka eddig tisztázatlan. Vasárnap hajnal reggel arra ébredtünk, hogy tűz van. A gyerekeim ugyan fent voltak, de igazából nem is igazán tudjuk, hogy mi okozhatta ezt a tüzet, de minden esetre ott az a gázpalack az fölrobbant. És hát nem lehetséges, hogy elektromos tűz, vagy nem tudom. A fiúk ébresztettek, hogy ég a garázs, mert hogy belül ott égett. Én is kinéztem, és akkor már menekülnünk kellett. Igazából nem tudtam szétnézni, mert egy óriási sokkot kaptam. A kisfiamat, a 8 éves kisfiamat menekítettem, meg aztán őket is, hogy nehogy valami bajuk legyen, onnantól fogva már nem tudtunk mit csinálni, mert a tűz terjedt. A lángok alig egy óra alatt felemésztettek mindent, körülbelül 25 millió forintos kár keletkezett. A konyhánk az oda is behatolt, az megsemmisült, a konyhák, mindenünk. Előtte vásároltunk, meg aztán még előtte húsokat, meg minden fagyasztóláda, az is oda lett, gázkazán, mindenünk oda lett. Mindössze a ruháikat, valamint néhány bútort sikerült kimenekíteniük a házból. Tehát itt a konyhám volt, és ott ugye az ajtó, már bejött a tűz. Tehát mire ide jöttek, akkor erre már ide terjedt a tűz, tehát már így néz ki. Tehát onnan jött. A Tisza-Szent Imrei önkormányzat biztosított szállást és kétszeri bevásárlást a család számára. Egy ilyen ifjúsági szálláson itt Szent Imrén a polgármester asszony segített abban, hogy elhelyezett bennünket oda is, és vásárlásokkal is, és minden egyébben támogat, szóval most nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. A családanya munkahelyétől is érkezett segítség, az anyagi támogatás mellett a Takarékbank ZRT létrehozott egy adományszámlát. Akik segítenének a családnak, azok a 70.066 kötőjel 1055-56-os számlaszámra küldhetnek fel ajánlásokat.